Ahogy ment, lehajtott fővel az utcán, valaki köszönt. Kérem, főügyész úr, lépett hozzá egy sovány úriember, nem veszi rossz néven, ha megzavarom gondolataiban, de úgy megörültem, hogy megláttam főügyész urat, hogy nem tudtam ellenállni a kívánságnak, hogy egy kicsit felújítsam a régi ismerettséget. Nem emlékszik rám, iskolatársak voltunk, hogy ne kérem, 7 évig. Én egy osztályal lejjebb jártam, ezért én jobban ismertem főügyész urat, mint főügyész úr engem. Igen, ismerlek, kérlek szépen csak a neved. Hollaki vagyok, a kis Hollaki Jani. Egy párszor az iskola kertben nagyon jól eljátszottunk. Abban az időben még tudtak a diákok játszani. Még nem volt a futball annyira elhatalmasodva, csak kifutót játszogattunk. Milyen idilli szép is volt az iskola a békében. A jó békében, kérem főügyész úr, az aranyos, drága jó békevilágban. Roppant kellemetlen hangja volt a kis Hollaki Janinak. Pista sokért nem adta volna, ha nem találkoztak volna, ha nem ismerte volna fel, ha nem emlékezne mindenre, ha meg tudna szabadulni tőle, de képtelen volt udvarjatlan lenni, így egész a piac térig hallgatnia kellett a kis Hollaki Janit, és ez elmondta az egész életrajzát. Az iskolától a mai napig. A bukásait, mert csodálatosképpen mindenki üldözte az életben. Talán a hangja miatt. Pista legalább annyira ideges lett ettől a károgó, éles hangtól, ettől a kellemetlen, monoton darálástól, hogy nem szánta volna megrúgni, hogy hallgasson már. A kaszinónál kezet is nyújtott neki éppen abban a pillanatban, mikor a kis Hollaki Jani éppen készen volt, hogy a kérését kimondja, egy kis protekció véget. Szegény úgy maradt ott az utcán, mint egy szöveg, és utána nézett a főügyésznek, aki gyors léptekkel, szinte menekülve sietett be a kaszinó kapuján, ahová úgy látszik, a kis Hollaki Janinak nem volt bejárása. Elképzelte, miket gondol ez most ő róla, és egy kis kár örömet érzett, mert rajta keresztül megutálta a volt iskolatársakat. Felment az emeletre, a ruhatárban a szolga sietve vette át a kabátját, megnézte a szolgát, vadonatúj vadászruha volt rajta, s a gallérián ezüst cserfaág. Nagyságos úr, mondta a szolga, ha egyszer egy kis érkezése volna nagyságos úrnak. No, mi az, Janikám? Mondta, s ott hagyta. Csak mikor bement a társalgóba, akkor jutott eszébe, hogy nem ez a Jani, hanem a Hollaki. Nevetett egyet, mert egész biztos, hogy ez is valami protekciót akar. Még nem volt a kaszinóban, mióta ez a választás volt, körülnézett, ki van itt. A szokott alakokat látta. Minden úri kaszinónak megvannak a törzs vendégei, akik a napnak ugyanabban az órájában ugyanazt mívelik a helységben. Van, aki újságot olvas, van, aki ott hever a piros dívány sarkában elterülve, kimenekülve az édes otthonból, ahol ugyanígy feküdhetne, félig odadobott ruhamódjára, de kell az idegeinek ez a kaszinói nehéz levegő. Az ember magasságban, deszkával burkolt falu nagy helység neki nem volt otthona, ő csak nagy ritkán jött ide. Szervusz, Pistikém! Kiáltott rá széles és rakacagú arcával egy kövér ember. Hát te hol jársz itt, ahol a madár se jár? Egy őrnagy volt, akivel a harctéren találkozott utoljára. Ez is iskolatársa volt, de ez feljebb járt egy osztályal, tehát igaza lévén Hollaki Janinak, ezt ő ismerte jobban. Milyen volt a termés? Mondta neki, mert visszaemlékezett, hogy ez földbirtokos Mándi Bálint. Ho-ho, mondta harsány kacagással Bálint. Barátom, én már nem dolgozom zabba, ha csak magam nem eszem. Már nem vagyok paraszt, már úr vagyok, a földnek vége. Ne beszélj, akkor mivel töltöd az idődet? Folytatom, barátom, folytatom. Nem lévén más dolgom, a legfiatalabb generáció szerelmi ügyeit intézem el. Mert hozzám fordulnak szegények a maguk rettenetes nagy bajaival abban a reményben, hogy én még olyat nem pipáltam. Nagyszerűen tudott kacagni. Egészséges fogai egy kicsit össze voltak torlódva szépmetszésű szájában, de a nevetett, diákkori szépsége visszaragyogott az arcán. Nagy kópé volt, sok lánynak elcsavarta a fejét, erről volt híres annak idején. Mindjárt karon fogta és egy sarokba vitte. Hát, rendben van a csókbotrány, mondta vígan. Miféle botrány? Mi az ördög, nem is tudsz róla?
Tudod, ezek a mai gyermekek másfélék, mint mi voltunk annak idején. Mikor mikorizáltunk, azt mi még úgy csináltuk, hogy boldogok voltunk, ha az ideál ránk mosolygott egy üdvözítő pillantással. Ezek már radikális fickók, unják a hosszas udvarlást, hát egy zsúron egyszerűen azt tették, amikor erősen megszomjaztak a csókra, hogy egy kislányt hárman megfogtak. Kettő a két karját fogta, a harmadik meg a száját fogta be a tündérnek, hogy ne sikíthasson, és így alaposan megcsókolgatta többi a gyenge hajadon. Harsányan nevetett, és olyan boldog volt, róla mintázhatta volna meg valaki az egészség és a jókedv szobrát. De hisz ez rémes, mondta ő. Elég rémes, nevetett rá Bálint, mert nagy affér lett belőle. A kislány ugyanis elpanaszolta a szüleinek. Az apja meg katonaviselt ember, 100%-os rokkant, és nem lévén egyéb dolga, keményen felfújta az esetet. Szóval becsületbéli bizotmányt szerveztek, és annak az elnökéül engem kértek fel. Én aztán jól rárezzentettem a fiúkra. Alaposan kihallgattam őket, és azt mondtam nekik, no fiúk, itt most egy olyan helyzet állott elő, hogy mivel az apa nem vehet magának elégtételt a hazaszolgálatában elveszítvén fizikumát, nekünk a becsületbíróság tagjainak lett kötelességünk, hogy veletek megverekedjünk. Mivel azonban ti még gimnazisták vagytok, tehát e pillanatban egyebet nem tehetünk, mint hogy jegyzőkönyvbe vesszük a dolgot, és abban a pillanatban, mikor ti párbaj képessé váltok, ki fogunk állani veletek, mégpedig a jegyzőkönyv parancsa szerint 25 lépés távolságról, minden golyóváltás után 5 lépés előre. Úgyhogy a végén majd zsebkendő végről lövünk egymásra. Hát tudjátok, miértünk már nem kár. Ez a hátralévő kis élet nekünk már semmit sem jelent. Ellenben vagyunk néhányan olyan kurucok, hogy megtesszük, és életünk szép befejezésének tartjuk, ha a női erényért esünk el a baj mezején. Újra nevetett egy jót. Persze megszeppentek a fiúk, különösen pedig attól, hogy belátták, hogy a szüleiknek hallatlan kellemetlenséget szereztek, ha az iskola tudomást vesz a dologról. Csupa szegény fiú. Az egyik egy özvegy tábornokné fia, másik szintén hadi árva, harmadik valami nyugdíjas gyermeke. Kockán forog a tandíjmentesség, mert most az iskola nem olyan liberális, mint a mi időnkben volt. Ma olyan szigorú fegyelem van az iskolában, mint a kaszárnyában. Hát, így barátom. Elmúlatjuk az időt. Pista úgy nézett a barátjára, mint egy álomlovagra. Ez ennek él, sőt, szinte ebből él. Különös világ, különös emberek, mint valami élő anakronizmus mosolyog itt előtte. Derék, erős, egészséges, eszes ember, s az egész életét elszórakozza, mint a hal a kedves meleg vízben csapkodnak és fickándoznak abban a társadalmi levegőben, amely körülveszi őket. Mindenütt ők az elsők, ők a hangadók, ők a döntők. Mindenütt van egy pont, ahol csak a kiválasztottak állhatnak meg, ülhetnek le, szólalhatnak meg. Ezek ők. S tiszta fejjel, meleg vízzel, jó akarattal és vidám boldogsággal sütkéreznek a magaslati fényben, jó levegőben, melegben. Körülöttük az emberek légiója húzza az igát. Dolgoznak elkeseredetten, és bánatos aráncok támadnak az arcukon, nyakuk görbén hajlik a föld felé, s robotolnak, robotolnak. Ők kövéren és vidáman csacsognak, csevegnek, kacároznak. A múlt nyáron az iszapfürdőben volt a fogságban szerzett csúza miatt, a meleg víz tavában figyelte meg, hogy mi a társaság. Volt ott egy hely a nagy tóban, azon a helyen, ahol a forrás felfakad, és ahol a nép szája szerint feneketlen a tó, tehát legalább 25-30 méter mély, szivattyú telep vaskarjai hullanak le a vízbe. A társaság tagjai itt vertek tanyát, és itt a tömeghez tartozók nem is jelenhettek meg. Nem volt ez kimondva semmiféle szabályzatban, de így alakult ki természetesen az élet szokásai alapján. A társaság béliek mind jó úszók, jó lovasok, jó sportemberek. A rokkant lábú tömeg azonban a munkamalmában mindezeket a test és lélek erősítő dolgokat elhanyagolja. Nincs rá ideje, módja. Ezek messziről nézik, hogy eveznek hatalmas karcsapással a társaság fiai és lányai a forrás felett. Hogy lógnak a lelógó drótkampókon, hogy ülnek a plegykapadnak elnevezett deszkán, amelyre az építmény szerkezetének szüksége van. Ha valaki nem közülük való odatéved, percek múlva elszégyenkezik, mert megérzi, hogy nem oda való. Itt baráti társaság van együtt, és annak a belső, magános és bizalmas dolgait kilesni nincs joga senkinek, aki nem oda való.
De honnan ismerik annyira egymást, hiszen a fürdőn csak a betegek vannak egyet, közülük is. Nem családi kirándulóhely, nem egy-egy összebeszélés eredménye, hogy barátok együtt ránduljanak ki. És mégis, mintha egy családnak régi tagjai az egész életben együtt nevelkedett, közös emlékekkel összefűzött embereknek tűnnek fel, akik itt vannak együtt. És úgy is van, ez a réteg egy és egységes és homogén. Ha megjelenik valaki, akit a társadalmi szálak ehhez a társasághoz fűznek, azonnal felismerik egymást, és már egy óra múlva együtt vannak és együtt mulatnak. Aki nem közülük való, az 10 év alatt nem tehet olyan előmenetelt ebben a körben, mint a legelső pillanatban az, aki az ország valamely táján ugyanennek a rétegnek a gyermeke. Hatalmas szervezet ez. Ennek a kezében van az egész ország minden hatalma és álladalmi ereje, mindannyian a magas hivatali gárdához, a hadsereg legmagasabb tisztikarához vagy a földbirtok hatalmasaihoz tartoznak. Nincs a titkos szövetségeknek olyan ismertetőjele, mely biztosabban összekötni a tagokat, mint ezt az élet által kitermelt réteg. És mindannyian vidámak, egészséges kedélyűek és boldog lelkűek. Még a betegek is, még a meghasonlott szívek is, ha otthon vannak ebben a saját világukban, elfeledkeznek az életük minden bajáról, és itt meleg, otthoni, bizalmas megértésben és jókedvben állanak össze. Pedig rettenetesen romlanak azok az anyagi alapok, amelyek létrehozták a Társadalmi Szövetségnek ezt a hálózatát. A hivatalnokok fizetéseit leépítették. Ez évben 3-szor is csökkentették a fizetéseket, a földbirtokok elvesztették vitalitásukat. Az 1000 holdasok fillér nélkül vannak adósságok tömegével elborítva. Akinek 5000 holdja van, annak 1 millió, 2 millió pengős adóssága van, és csak a szükségrendeletek, a gazdavédő rendszabályok tartják fenn őket. Már csupán névleges birtokosok valamennyien. Csak azért nem vesztik el vagyonuk kereteit, mert nem lehet elárverezni a birtokot. Vannak köztük, akiknek ősi uradalma 60 szobás kastélyokban folyt le. Még mindig ott léteznek a kastély körül, s egyik másiknak már árverezik a ruháit, a pesti palotában az árverési hiénák. A gróf körtvélyesiek, a báró cseresznyésiek, a lovag medgyesiek birtokát már a svarcok, a vejszek bírják és kezelik. S ha így vannak a legmagasabbak, a lejjebb fekvő rétegek síkjain még nagyobb a baj és a szegénység. Semmi pénz nincs most a zsebekben. Egy szolgabírónak a fizetése 160 pengőre csökkent, és gyakran több gyermekkel tisztán ebből a csekély összegből kell megélniük. Lakást nem tudnak megfelelőt, a rangnak illőt kapni, és mégis az ő kezükben van ma a hivatalatta hatalom és tekintély. Ez olyan tragikus konfliktusokat idéz elő, aminek sűrűn és egyre sűrűbben a revolver golyó adja meg a gordiuszi kibonyolítóját. És akkor a családok ott maradnak, és belehullanak a semmibe. Mint a szétrobbant égitestek meteor darabjai szóródnak le a földbe, ahol hasznavehetetlen lesz minden törmelék, még kivárhatatlan hosszú ideig. Míg a kedves őrnagy csacsogását hallgatta, erre gondolt, és a kataklizma útját méregette. Már a kaszinók az utolsó mencsvárak. Itt egy fillér kiadás nélkül lehet még úr maradni. Még együtt vannak a jó társaság kedves tagjai, mert vannak még intézmények, amelyek segítségükre jönnek. A fürdőkön mindenütt ők lepik el a beutalások segítségével a hivatalos üdülőhelyeket, és eszik a szigorúan megszabott ebédeket, de azért ők azok, akik reggelig fennmaradnak a kaszinó vendéglők teraszál a szép nyári éjszakában. Egy pohár kristályvíz mellett, ha nincs pezsgő, de úgy el tudnak mulatni, dalolni, és úgy tudnak örülni az életnek, mint hajdan, mikor még a 4 lovas hintók állottak a platánok alatt, és várták a kártyázó, ferbliző urakat. Még az őrnagy mesélt, ő szórakozottan hallgatott, és valósággal fájt a szíve, hogy ez a szeretetre méltó és minden szépséggel, jósággal elhalmozott lelkű ember is vagyona utolsó elomlásának tragikus körülményeiről beszél, tragikomikus dolgokat. Úgy bizony, barátom, a magyar törvény az adóssal szemben drákói szabályokkal dolgozik. A
régi törvényhozók felfogása az volt, hogy aki csődbe kerül, az vagy kártyás, vagy részeges. Mind a kettő megérdemel minden büntetést, hogy elröntető példa legyen mások számára. Most azonban jött egy új világ, a pénzára megnőtt, a terményára lement. Ha tehát valaki jó gazda volt, annak vége. Mert az adósságot vett fel, vagy a forradalmak és a román invázió után elpusztított, devalvált birtokát helyreállítsa. Ha valaki felvett 1000 pengőt a 30 pengős búza idején, annak ma a 8 pengős búzából 4-szeres kamatot kell fizetnie, azaz kellene, mert nem teheti, hiszen alig van annyi termése, hogy a legelemibb szükségleteknek eleget tudjon tenni. 1000 pengős ökröknek az ára ma 180 pengő. Tessék megélni, ha aztán megnyílik a csőd, akkor pláne a bank jár rosszul. Mindenkinek, aki megérettnek látja a helyzetet, joga van maga ellen csődöt kérni. Ettől a hitelező annyira reszket, hogy inkább ez is erején felül ad további kölcsönöket, csak csődbe ne menjen az illető. Mert ha csőd van, akkor azonnal kineveznek egy más városbeli törvényszéki elnököt. Tömeggondnoknak, annak a helyettese szintén egy másik bíró, ha fiskális kapja, még rosszabb. Háromszor vezettek tárgyalást a tanyámra. Ez a 3 tárgyalás költségben az egész tanya értékét elérte. Most hittelen megállott és ránézett Pistára. Igaz, cimborám, hát gratulálok, mint leendő villatulajdonosnak. Nekem? Mondta Pista meghökkenve. Hogyne, nagyon szép villa. Nincs is az egész városban még egy ilyen tökéletes villa. Az úgy van megépítve, hogy kiállításra lehetne vinni a világ legszebb villáinak konkúrjába. Nem tudom, miről beszélsz. Hát a Boronkai villáról. Andris bácsi mondta az Alispát, hogy Kardics neked akarja adni a Boronkai villát. Hallgatott, és erre 2 oka volt. Egyik, hogy neki volt a legnagyobb meglepetés, a másik az, hogy elöntötte szokása szerint a vér, hogy Magdaléna, hogy közvetve bár, de Magdalénát említi, s hogy éppen a Magdaléna villája az, amit neki szántak. Boronkai Feri bemegy államtitkárnak a földművelésügyibe. S a katona lehajtotta a fejét, és borongósan mondta, hát szegény Ferinek ez is a legjobb, így talán még megúszza valahogy, iszonytatóan el van adósodva. Arra vigyázz, hogy ne rakjanak túl sok adósságot rá erre az objektumra, mert akkor ugyan semmit sem érsz vele. Ez a sertéstenyésztő rettenetesen eláztatta őket. Nem lehet megérteni, hogy így belemásztak éppen abban a pillanatban, amikor a konjunktúra megfordult. Hát persze, a Makróci bűne, ezért kellett elejteni Makrócit. Ez mind újság volt előtte. Ahány szó, annyi reflektor, ami az előtte ismeretlen dolgokra világított rá. Úgy, hát Makrócinak más bűne is volt, nem csak az, hogy a közgyűlés kistermében azt az ominózus böketet mondta a zsévéről. Az csak jól jött, hogy így alkalmat adott egy elpártolásra. Ettől egy kicsit meg is borzongott, mert a saját sorsát látta benne előrevetítve. Vigyázni kell, hogy valami bűnt ne kövessen el, mert akkor minden szóba bele lehet kapaszkodni, ha el akarják ejteni. De ha ügyes vagy és jó szerződést csinálsz, akkor vagyont él. Majd csak megfordul ez is, semmi se tart örökké, még a lehetetlenség sem. Ha megúszod, akkor a gyermekeidet jól helyezd el abban a villában, barátom. Idegenek jöttek és elhallgattak. Pista annyira ideges lett, hogy nem tudott maradni, valami ürügyet talált és otthagyta őket a kaszinóban, tovább csacsogni és őrölni a szavakat. Még beszaladt egy kicsit a hivatalba, ott találta Péterfi doktort, és hamar megkérdezte tőle, mi van a sertéstenyésztő körül. Szörnyű dolgokat tudott meg, egy szabályszerű Panama. A Boronkai villát a sertéstenyésztő hulladékaiból építették. Ezek a hulladékok ölik meg Boronkait, aki a sertéstenyésztő igazgatója volt. Nem értette meg az egész zsalvaros dolgot egy hallásra, de úgy megfázott tőle, hogy szükségét érezte, hogy hazaszaladjon Linához. Vágyott haza a kislakásba, ahol oly biztosan nyugodtan éltek eddig ők, s nem ismert arra gondolni, hogy be kell állani ebbe a recsegve ropogva összedűlő nagy világba. Jobb lesz csak meghúzódni a kis fészekben. Hú, de nem vágyott volna most a Boronkai villába menni haza. Mennyivel jobb volt a kicsi bérelt hajlék, a fényes és hideg tisztasággal szemben a kellemes, meleg szennyes zúg. De hogy fogja Linát megbékíteni?